Azt tetszenek ismerni, hogy tehén ellágyultan nézi az arénában a bikát, milyen intelligens, a fejével dolgozik. Na jó, úrnak, két katica beszélget. Átmentél a vizsgán? Át. Hány ponttal? 7 ponttal. Erre mondják, hogy a lafonter is dögöljön meg. A feleségem szereti a szexet a kocsi hátsó ülésén, csak az a baj, hogy azt akarja, hogy én vezessek. Na. Meg azon gondolod, hogy veszik feladatokat, hogy betört a Tesco-ba. Kora? Az nem én voltam. Na jó. Úgy gazdagék elmennek a szafarira, és egy nagy majom elrabolja az asszonyt, és az üvölt. Lajos, segíts! Most mondd azt, hogy migréned van? Azt ismeritek, hogy nagyon idős néni meg bácsi felkerülnek egyszerre a mennybe. Körülnéznek, és gyönyörű vízesés, és pálmafák, és minden csodaszép az egész. Erre a bácsi fogja, és ököllel egy hatalmasat bemázol a néninek. De ezt miért kaptak? Mert ha nincs az a kurva diéta, 2 éve itt lehetnénk. Eszembe jutott erről egy régi vízbiztos ismeritek, amikor Morris Carter tanárnén azt mondja, hogy 100-szor írd le, hogy nem beszélek csúnyán az órán. És akkor leírja Morris Carter 1000-szer, és azt mondja, hát ez nagyon szép, de miért írtad le 1000-szer? Hogy örüljél meg azért. Jó. Látod, hogy érdembe te is hozzá tudsz szólni? De tudod miért? Hogy örüljél meg. Igen, az jutott eszembe a Partizán napolyát, nem tudom, ismeritek-e. Partizán írja. Február 3-a. Ma a ellenséges német fasiszta csapatok kikergettek minket az erdőből. Március 4-e. Ma kikergettük az ellenséges német fasiszta csapatokat az erdőből. Április 6. Ma jött az erdész, és mindjárt kikergettek. Ez, akkora szád van, hogyha megállsz az erdőben, belefial a mókus. Azt mondja, olyan csúnya, hogy az anyja telefonon szoptatta. Ez... Nem jár azzal a lányjal? Hogy hívják a hallássérült? Hogy hívják a hallássérült macskát, süket? Mindössze... Laci, de... És ki az abszolút bátor ember, aki hashajtóra altatót vesz be? Azt, hogy hiszek abban, hogy a szex 2 ember között fantasztikus, de 5 ember között pedig állati jó. Igen. És azt is ismered, hogy nem kérek a haláltól, csak egyszerűen nem szeretnék ott lenni. Elmondanád a többit is, amit felírtam magadnak? Most már kivőttem a másiket, az most már nincs. Ezt utáltad legjobban? Nem, semmiféle tanulmányokat nem folytattam az iskolában. Ők tanulmányoztak engem. Itt van. De már nincs több. De kétféle ember létezik, a jó és a rossz. A jó ember jobban alszik, viszont úgy néz ki, a rosszak jobban élvezik az ébrenlétet. Te tényleg a 2 legjobbat mondtad el. Nem, itt van még ez. Amikor gyermekkoromban elraboltak, a szüleim egyből akcióba lendültek. Kiadták a szobámat. Az is milyen egy helyes graffiti. A barátnőmnek van egy súlyos testi hibája. Az egyik mellett sokkal nagyobb, mint a másik 2. A toll hatalmasabb fegyver, mint a kard, és írni is sokkal könnyebb vele. Szeretem. Amikor fiatal vagy, azt gondolod, hogy az apád a Superman. Aztán felnősz, és rájössz, hogy igazából csak egy átlagos ember, aki piros köpenyt visel. Tengeri betegség ellen legbiztosabb gyógyszer, ha leülsz egy fa alá. Na most mi is így csinálunk azért. De mi? Hát az álbolc is egy fal, vagy hogy? De nem úgy értette. Lombos. Jó, próbálj meg még egyet. Ha van valami, amit egy keselyű mindennél jobban utál, az az üvegszem. És neve! Nagyasszony, hogy a 2 szőkenő beszélget, képzeld, az idén péntekre esett a karácsony. Igen, mondja másik, de remélem nem 13-ára. Nem ismered, Jussi, mikor két pasi beszélget, azt mondja, de ott hol van az ószere, mert van alkó? De azt mondja, nem, azt mondja, látszik, hogy még sohasem kellett addig tekernem. Még egy viccet, ezt is felolvasom. Kisrác kérdezi az apját, magyarázta neki, mi a politika. Az apa azt mondja, hát vegyük például a mi esetünket. Én vagyok a pénzkereső, tehát én vagyok a családban a kapitalista. Anyád vezeti a háztartást, nevezzük őt kormánynak,
Mi kielégítjük a te igényeidet, szóval te vagy a nép, a babysittert nevezhetjük munkásosztálynak, és a kisöcsédet pedig jövőnek. Érted már? Gyerek azt mondja, igen, éjszaka a srác megnézi, kiderül, hogy a öcse összecsinálta magát. Átmegy a szülei hálószobájában, az anyja alszik. Beles a másik szobában a babysittert, ugye a apuka... Igen? Kizsákmányolja. Szóval a srác visszamegy a szobába, mert lefeküdt aludni. Másnap reggel szól az apjának. Azt hiszem, már értem, mi a politika, papa. Na, hát amíg a kapitalista p***gatja a munkásosztályt, a kormány mélyen alszik, senki nem törődik a néppel, a jövő meg tele van szarra. Nem csak egy ilyen régi vicc jutott az eszembe, de biztos ismeritek, amikor egy szép nőbe megy sok férfi közé, és azt mondja, hogy aki engem ötször kielégít, azzal elmegyek. És akkor hát senki nem mer jelentkezni, és végül az egyik azt mondja, hogy én. És akkor másnap ugye kérdezik a többiek, hogy mi történt. És mondta, hogy megsikerült ötször? Hát dehogy, sőt, kétszer, alig kétszer, de előbb kétszer sikerült. És akkor a nő az mit szólt? Hát, szóval mit szól? Hát pereljen be! De azt tudjátok, amikor a tündérkével együtt hál Pinokio mit mond? Hazudj, Pinokio, hazudj! Azt ismeritek, melyik az abszolút rövid miniszoknya? Ha meghúzod a rojtját, fáj. Közlemény. Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az euró bevezetése miatt a Káma szutrában a 69 2002. január 1-től 11.60. Hova? Mi a te papád? Bakteriológus. De jó, akkor ingyen utazhatsz a vonaton. És ez John... két vasutas barkó pázik, azt mondja, személy? Nem. A konyos. Jó lesz. Majd, hát, még ezzel. Ez már kész van? Ezzel már is itt van. Kislányom, egyedül oldottad meg ezt az egyenletet? Nem két ismeretlennel. Jaj, hová járnak a fiatal hernyók? Bábszínházba. Na mindegy. Itt szőkenő beszélget, azt hallottam, hogy téged nehéz felizgatni. Á, ez csak a rossz nyelvek beszél. Mondtam, én a télapónak csak annyit írtam, hogy kedves télapó, kérek egy másolatot a rossz kislányok listájáról. Mi az? Kicsi és lántos húz maga után? Rocker légy. Jó, igaz, hogy nekem nagyok a fogaim? Kus, összekarcolod a parkettát. Hogy hívják a lábatlan lovat? Hasonló.